Megjött Puzsér Robert, és valakit úgy konferáltunk fel, hogy leborotválta a haját és a szemöldökét, de hát hol? Van hajad? Jó reggelt. Van szemöldököd? Jó reggelt. Jó reggelt, van szakállal? Bevallom, hogy én kicsit szomorú vagyok. Én hétről hétre elég aktívan és elég komolyan foglalkozom a nyilvánosságot érintő érdemleges kérdésekkel, olyanokkal, mint a halálbüntetés, olyanokkal, mint az abortusz, eutanázia, fegyverviselés, amelyek higgyétek el, hogy érdekesek, és higgyétek el, hogy érdeklelnék a nézőiteket is. Uh-huh. Tehát, hogy ezek kifejezetten érdekes, érdemleges, figyelemre méltó témák. Nyilván, de ez egy reggeli show, tudod. Igen, én idejövök, és ezt, van a, kérdés, sok másik ezt műsor. A kérdést kapom meg az arcomba, hogy miért nyírtam le a hajamat. Tehát, hogy bármi, ami egy kicsit is érdemleges, bármi, amiből egy kicsit is következik, de bármi. De most minket te érdekelsz. Igen, azt szeretnék tudni, hogy benned milyen változások és azok is folyamatok. De ez valójában nem a, de én meg azt gondolom, hogy ez valójában nem a ti érdeklődésetekről zajlik. De engem nagyon érdekel, mert úgy tudom, hogy családot szeretnél alapítani. Elsőrendűen nem a ti érdeklődésetekről, ez elsőrendűen a reklámok kultúrájának a kiszolgálásáról szól. Ebben a műsorban semmi sem lehet fajsúlyosabb, mint egy reklám, mert az eltereli a figyelmet nem, a reklámról. Ezt nem gondolom így azért. Nagyon izgalmas témák szoktak hozzánk kérdezni. Én például sajnosan megpróbálok főzni. Nem vettétek észre azt, hogy ebben a műsorban, hogyha bármelyik vendég egy kicsit is fajsúlyosabb témát érint, egy kicsit is kulturális a műsor, és mondjuk nem arról beszél, hogy hogyan fogyott le, hanem ténylegesen valamiről, ami komoly. Örülök, hogy szoktál abban a pillanatban, minket. Abban a pillanatban, hát igen, ezt sajnos nem lehet elkerülni. De abban a pillanatban mindenki a stúdióban elkezd feszengeni. Igen, csak ezek a témák általában a kultúramentesített kultúra világát hordozzák és terjesztik. Mint hogyha ezek a témák arra szolgálnának, hogy a kultúrát kilúgozzák a kultúrából. Mint hogyha arra szolgálnának ezek a témák, hogy kihipózzák a jelent. Hogyha mondjuk 5 év múlva a gyerekeitek megkérdezik tőletek, nem vagyok én egyébként ideges, nem, hát olyan megmondó emberünk. Megkérdezik tőletek, hogy mivel töltöttétek az elmúlt 5 évet. Én paprikával. Akkor én azt tudom mondani, hogy én itt például a színházat tudtam öregbíteni, és akár a nézőkhöz jobban elvinni, és azt mondani, hogy mondjuk a Nemzeti Színházba jöjjenek el, vagy ma például elmondtam az Atrium Film Színházat, például a kultúrát már is behoztam. Ez pedig egy jó téma. Nekem pedig van egy gyerekem, és úgy tudom, hogy te is szeretnél egy gyereket. De látom, hogy most ez jobban érdekel. Engem pedig bevallom, hogy sokkal jobban érdekel. De most te vagy a fontos. Szerintem a színház fontosabb, hogyha te azt mondod, hogy te és arról is beszélgetünk nagyon sokat, de most te vagy a fontos. Azt mondd el, hogy szeretnél. Megmondom őszintén, hogy szerintem nem vagyok fontos. Szerintem nem. Én azt mondom, hogy szerintem nem vagyok fontos. Szerintem abból, hogy én fogok egy nullás gépet, és lenyírom a hajamat, abból nem következik semmi. De Rubi, akkor most azért jöttél be, hogy elmondtad, hogy nem vagy fontos? Miért nyilatkozogat, hogy ez azért történt, mert hogy valami változás van az életedben, és külsőleg is szeretnéd megmutatni. Na ez például számomra is érdekes, és szerintem az a nézőket is nagyon érdekli, hogy te szeretnél egy változást az életedben, és ezt nem csak belsőből indítottad el, hanem ehhez egy külső jegyet is választottál. Na ez például miért gondoltad, és ezt miért indítottad el? És miért borotváltad? Mert egyáltalán nem gondolom azt, hogy én leborotválom a hajamat éppen, vagy szakállamban, vagy nincs szakállam, vagy hogy milyen hosszúságú a hajam, vagy hogy milyen hosszúságú a körmöm, ebből következik bármi a kultúránkra vonatkozóan, ebből következik bármi a nyilvánosságra vonatkozóan. Én úgy érzem, hogy ez a nyilvánossággal való visszaélés és az emberek figyelmének a hervállása. És te miért döntöttél úgy, hogy külső jegyet változtatsz? Ez szerintem tök organikus, ez nem úgy zajlik, hogy az ember külső jegyet változtat. Ez úgy zajlik, hogy az emberben zajlik egy változás, és a külsejét is, külsejére is ez kiterjed. Robi, igen? Nagyon be vagy feszélve. Elmegyünk híradóra és időjárás jelentésre. Remélem, hogy minden rendben. Én tisztában vagyok azzal, hogy itt van már bekészítve egy kutyakozmetikus, meg egy bioműkörmös, akiket be tudom osztani a helyemre. Köszönjük híradóra és időjárás jelentés után, jövünk vissza!